Bucsó a 2 a vagy hogyan készüljünk fel az átállásra? Miért kell egyáltalán átállni? Egy 1990-es technológiáról beszélünk, tehát ki lehet számolni, hogy ez több mint 30 éves. Nyilván a szolgáltatók nem fejlesztenek már ezekre a hálózatokra, tehát sokkal jobb minőségű szolgáltatások vannak, tehát üzemben tartják a még meglévő infrastruktúrát, de már nem lesz fejlesztés ilyen tekintetben, főleg nem hálózatfejlesztés. És megjöttek az első nemzetközi hírek arról, hogy kivezetik több helyen, tehát leállítják végleg ezeket a 2G hálózatokat. Ez Magyarországon még nincs kimondva, hogy mikor fog megtörténni. Nagyon sok ilyen berendezés működik még, tehát kritikus infrastruktúrák, M2M rendszerek, azok még mindig 2G hálózaton mennek, villanyórák, pénztárgépek és egyéb ilyen eszközök. Nekünk most az a fontos, a biztonság technikában és automatizmusban és vezérlésben dolgozóknak, hogy időben készünk fel erre a feladatra. Tehát szükséges lesz a technológia leállás előtt ezeket a berendezéseket kicserélni. Erre a feladatra felkészülve a TEL termékeiben mi is már a 4 g eszközökből gyártunk többet, és ezt preferáljuk, ezzel segítve az átállást. Amennyiben ezt a videót most végfelhasználóként nézett, tehát működik nálad egy átjelző berendezés, akkor azért kell tudnod erről az átállásról, hiszen eljöhet az az időpillanat, amikor ezt a 2G hálózatot leállítják, hogy egész egyszerűen nem fog jelzést küldeni a távfőed felé a rendszered, vagy hogyha olyan GSM átjelződ van még, ami a saját telefonodra jelez, akkor az a szolgáltatás meg fog állni. Ha telepítőként nézed, tehát ezzel foglalkozol, akkor pedig el kell kezdeni ütemezni ezeknek az eszközöknek a cseréjét, tehát azoknál a felhasználóknál, akiknek ilyen berendezések működnek a átjelzésébe, riasztórendszerében, automatizmusaiban, akkor azokat ki kell cserélni ezeket az eszközöket, hogy továbbra is működőképesek maradjanak. A telnek az eszközei azok lehetőséget biztosítanak erre, tehát akár egy régi TEL eszközt szeretnél kicserélni egy új 4G technológiás eszközre, hogy ugyanazokat a funkciókat sőt, hát még többet, mert hát nyilván a fejlesztések során az elérhető funkciók azok nőttek az elmúlt évek során, akkor is vett fel velünk a kapcsolatot. És abban az esetben, hogyha valamilyen berendezésed van, de nem tudod, hogy az milyen technológián alapszik, és szeretnél újabb szolgáltatásokat igénybe venni, és biztosra akarsz menni, akkor is tudunk neked ebben segíteni.